Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit! A szakképzés és a finanszírozás új rendszere megfelelő eszköz lehet a cégek számára a szellemi tőke fejlesztéséhez, a megfelelő utánpótlás biztosításához. Ezt Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja mondta egy Dombóváron tartott vállalkozói fórumon. A helyi és környékbeli cégek, intézmények vezetői az újonnan életbe lépett jogszabályokról, a finanszírozás pontos adatairól kaptak tájékoztatást az Apáczai Csere János Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A szakképzés átalakításában nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, a szakképzőiskoláknak és az ezeket tömörítő szakképzési centrumoknak. Ezért tartott vállalkozói fórumot Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellária Dombováron, ahol a szereplők találkozhattak egymással. A vállalkozók megtudhatták, milyen módon tudják érvényesíteni a január 1-től életbe lépett jogszabályokat, melyek a duális képzést szabályozzák finanszírozási és oktatás szervezési oldalról egyaránt. Szeretnénk egy vállalkozó felé egy olyan kis workshopot, kerekasztal beszélgetést, egy kis helyi szintű fórumot tartani, ami arról szólna, hogy a január 1-ét a változó jogszabályok, amik a duális képzést szabályozzák, milyen módon érvényesíthetők náluk. Ennek nyilván vannak finanszírozási kérdései, vannak oktatásszervezési kérdései, amik összeérnek egymással. És hát miután helyi szinten nagyon sok olyan vállalkozó van, aki bent van a duális képzés rendszerében már jelen állapotban is, és szeretnénk, hogyha ezeknek a vállalkozásoknak, cégeknek a száma tovább növekedne, ezért fontosnak tartjuk, hogy a minden olyan lehetőségről beszámoljunk és egyeztessünk a gazdaság szereplőivel, ami befolyásolja az ő szerepkörüket és a mi szerepkörünket egyaránt. Hát az egyik óriási nagy változás a duális rendszer szempontjából az, hogy megváltozott a finanszírozás rendszere. Nem tanulószerződéses tanulókkal, beztanulókról beszélünk, hanem szakképzési munkaszerződést kötünk, vagy köthetnek a cégek az új tanulókkal, akik most szeptemberben kezdtek, ez csak felmenő rendszerben működik. A szakképzési munkaszerződésnek az az egyik alapvető lényege, hogy a tanuló számára ez társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztet, nyugdíjába is beleszámít. A cég számára pedig egy óriási nagy előnye annak, hogy a céges kultúrába be tudja vonni a tanulót, ha úgy gondolja, hogy tovább foglalkoztatja a képzés befejezése után, akkor pedig már, hát hogy finoman fogalmazok, nem zsákba macskát vásárol, hanem egy olyan munkavállalója lesz, akinek pontosan ismeri a képességeit, a kompetenciáit. A térségi összefogás ugyanis elengedhetetlen a sikerhez. Dömötör Csaba szerint egyes kis- és középvállalkozások például közösen tudnak a leggazdaságosabban bekapcsolódni az új rendszerbe. A Szakképzési Centrum kancellária ettől azt várja, tovább növekedik majd a duális képzésben résztvevő, gyakorlati oktatást nyújtó cégek száma. Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés lehet. Csak akkor lehet megvalósítani, hogyha helyi szinten is az együttműködési szintek kialakulnak. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, nagyon fontos szerepe van a helyi iskoláknak, szakképzőiskoláknak, és természetesen nekünk, mint az iskolákat tömörítő szakképzési centrumnak is. Közös gondolkodás szükséges, hiszen egészen más alapokra helyeződik a képzés, egészen más a vállalati szerepvállalás a duális képzésben, helyi igényeket kell a helyi iskoláknak kielégíteni, és hát ezekben a helyi igényekben maximális rugalmassággal kell mozduljunk. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés itt helyi szinten kialakul, már pedig én úgy érzékelem, hogy itt nagyon erős vállalkozói csapat működik. Nagyon jó iskoláink vannak a térségben. Az önkormányzat szintén támogatja az ilyen jellegű együttműködéseket, akkor ez elsődlegesen térségfejlesztés hatással is fog bírni. A mai napot is már úgy tervezték a kollégáim, hogy ne csak és kizárólag dombovári, hanem a kistérségi vállalkozók is itt jelen legyenek. Mi azt látjuk most ebben a pillanatban, hogy Dombováron nagyon sok a fémipari szakma, nagyon sok olyan vállalkozás van, aki ezen a területen dolgozik, de azt is látjuk, hogy elég szerteágazó a vállalkozásoknak a profilja. Az egyik az természetes módon a műszaki technikai terület az, ami meg kell, hogy jelenjen erőteljesen. A másik, ami nem kifejezetten ehhez a területhez csatlakozik, de Dombovár város ugye egy új sportkomplexumot tervezett, és hát itt
város 50. születésnapja alkalmából ugye be is jelentette a képviselő úr és polgármester úr, hogy ez elfogadásra került. Tehát nekünk arra is készülni kell, hogy ezen az oldalon is, sport területén is elinduljunk, illetve megerősítsük a korábbi képzéseinket. De nagyon fontos, hogy a szolgáltatási szektort is szeretnénk helyzetbe hozni, hiszen a vendéglátás, a turizmus is kiemelt szerepet kap a térségben. És még egy nagyon fontos van, ugye, hogy Dombóvár mindig is egy ilyen vasúti központ volt. Itt van az országban nagyon kevés helyen, de itt az egyik helyen van olyan jellegű képzés, ami kifejezetten a vasút számára képez technikusokat. Nyilván ez is egy nagyon fontos területünk. Ezek a fejlesztések, ezek gyakorlatilag nem infrastruktúrális fejlesztések lesznek. Ezek a szellemi tőkét fogják gyarapítani, azokat a leendő munkavállalókat szeretnénk felvértezni és kompetenciát erősíteni, akikkel önök majd elkezdenek dolgozni, és akik önöknél is a folyamatos utánpótlást tudják biztosítani. Dombóvár várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmával avatták Dombóvár város díszpolgárává Molnár Istvánt. A város fejlődéséért dolgozó szakember elévülhetetlen érdemeket szerzett a térség mezőgazdaságának átszervezésében, és ezzel együtt a környezetbarát energiák hasznosításának területén. Mi, amikor ezt az egész rendszert elkezdtük kiépíteni, akkor még a 2000-es évek elején tartottunk a Gödöllői Szent István Egyetemmel és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen építettük fel azt a koncepciót, ami ma már teljesen elfogadott a társadalmunk számára. 2006-2012 közötti időszakban nagyon-nagyon sok nemzetközi kutatómérnök, tanár, urambocsá politikus is megfordult nálunk megnézni, vizsgálni, elemezni azt a rendszerből, energetikai rendszert, amit fölépítettünk. Perutól kezdve, Dél-Afrikától, Anglián keresztül nagyon sok országot említhetnék. Dombóvár és a Dombóvár környéki mezőgazdasági üzemeknek vetőmag és cukorrépa. Ez volt a két fő termelési irányvonala számunkra is. A vetőmag a mai napig megmaradt, hibrid kukorica és a hibrid kukorica címerezés teljesen ismert a dombóvári diákok körében. A cukorrépa, mióta a kaposvári cukorgyár működik, szintén jelen volt, viszont az Európai Unió 2004-2006 környékén megváltoztatta a cukorrépa rendtartását és a cukorrendtartást. Ennek számomra egyenes következménye az volt, hogy nekünk sajnos muszáj felhagynunk a cukorrépával a megváltozott pénzügyi gazdasági viszonyai között. Nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy a kótánkat visszaadjuk-e az Európai Uniónak, vagy nem. A végén úgy döntöttünk, hogy igen. Ebben az időben már a Gödöllői Szent István Egyetemnek a tangazdasága voltunk, és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen több kutatásfejlesztési tevékenységünk is folyt. Így volt hova fordulnunk, és volt kivel együtt felépíteni, létrehozni egy koncepciót. Ez pedig az akkor még divatnak számító megújuló energiaforrások használata, előállítása volt mezőgazdasági tevékenységre alapozva. Ennek keretében először létrehoztunk egy biogázüzemet, majd pár év múlva, amikor az etanol üzemnek is az engedélyeztetése a végére ért, és létre tudtuk hozni, megépítettünk egy etanolgyárat, majd duplásítottuk a biogázüzemünket. Ezzel lényegében ez a bioenergetikai rendszer létrejött. Olyan szinten komplexitásában vizsgáltuk a dolgokat, hogy az input és az output oldalt is próbáltuk a legzöldebbé tenni. Ezért villamos áramban előbb-utóbb a napelemekbe törtük a fejünket, amit a mai időszakra, mai napainkra meg is valósítottunk. Egy 1 megawattos naperőmű parkot üzemeltetünk. Valamint az input oldalon faaprítékra álltunk rá, és ültetvényeket hoztunk létre a kaposvár területén, olyan földterületekre, ahol más művelésre nem alkalmas. Tehát kukoricát nem lehet előállítani rajta. És az egész bioenergia farmon lényegében fosszilis energiafelhasználás nincs. Ezzel Európában és ezekkel az összekapcsolásokkal lényegében egyedüliként mondhatjuk el magunkról azt, hogy az egész rendszert
úgy tudjuk működtetni, mintha perpétum mobile lenne, ha bár ugye ez nem létezik, nálunk sincs, a napenergiát szabadítjuk fel, a növények által megkötött napenergiát szabadítjuk fel különböző lépésekben biogáz és etanol előállításra. Aztán természetesen tovább-tovább gondolkodtunk közösen, és a hulladékok hasznosításra hoztunk létre egy orchidea kertészetet, ami megint nem egy jellemző növény a magyar klímán, hiszen ez egy trópusi növény, hollandok Európán belül elég erősek belőle, de tajvaniakkal is együttműködünk ezen a területen, tehát itt is szintén nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk. Gánában és Nigériában is működünk, Németország mellett. És amikor Nigériában elkezdtük tervezni az ott kinti bioenergia farmot, akkor a kinti minisztériumtól egészségi problémák leküzdésében, segítségében is kértek segítséget, és így ott nem italalkohol a végterméke a bioetanol gyárnak, hanem megbíztunk egy magyarországi vegyész csapatot, hogy alkoholalapú fertőtlenítőszereket fejlesztenek ki a számunkra. Így jött létre az Azu, aminek a neve most már így érthető sok ember számára, nem az, aki a boltokban meglátja, hogy miért pont Azunak hívják. Azért így hívják, mert azt a tartomány törzsi néven, ahol a kinti bioenergiafarm épül, azt Zázuának hívják, mint Magyarországon Pannoniának a régi világba Dunántúlt, és ennek a becézett, rövidített alakja az Azu. Így csatolódik vissza Nigériai, és így lett a magyarországi forgalmazott termékünknek is a neve Azu, tehát ezen a néven engedélyeztettük, tehát ugyanaz a neve, mint Nigériába és Gánába. Aztán persze ezt a termékcsaládot is továbbfejlesztettük, így már felületfertőtlenítő, nem csak készfertőtlenítő, stb. Épül rá. Tehát az a kis koncepció, hogy a répa pénzből valamit csináljunk, a végén ide ért el, és hogyha jól tudom, akkor ilyen rendszert Európában, ahol a hulladékgazdálkodástól kezdve az input anyagig minden zöld, és mindenre nyugodtan rámerjük rakni a zöld kézjelet, hogy recycling, tehát megújuló energiaforrásból létrejött, nem nagyon tudok. Ha valaki régebben járt Kurdon, annak szembetűnő lesz az a változás, ami rövid idő alatt a jobb sorsra érdemes, enyészetnek indult játszótérrel történt. A kurdiak okkal büszkék arra, hogy újabb pályázati forrás hiányában, önerőből, benne jelentős lakossági hozzájárulással a kistérség egyik legszebb játszóterét építették át a régiből, a közösségben szép számmal jelenlévő egészen fiatal generációk nem kis örömére. Ez a... Stílszerűen szólva, óvodás és kisiskolás gyerekek vágták át a nemzeti színű szallagot a felújított, megújított kurdi játszótér ünnepélyes felavatásánál. Az idő vasfoga és a vandálok jelenléte lepusztította, tönkretette az enyészetnek induló régit, amit már nem néztek jó szemmel a helyiek. De időközben cselekedtek is. Egyedülállóan szép összefogás bontakozott ki a játszótér ügyében Kurdon. Noha egyetlen központi forrás, állami pénz sem állt rendelkezésre, a közadakozás, a polgármesteri céltartalék azonban kiinduló pont volt a változás elindításához. És ahogy megindult a munka, jöttek újabb és újabb felajánlások, hogy a játszótér még modernebb és színvonalasabb legyen. Nagyon ritka, ha nem egyedülálló, hogy mindenféle pályázat nélkül készüljön egy játszótér. 2006-ban épült az a játszótér, nagyon keveset bírt ki, pedig egy gyönyörű szép tölgyfából faragott játszótér volt. Egyszerűen kirohadtak a játszótéri elemek, egyre többet le kellett bontani, és a végén már egyedül egy csúszda maradt, amit még használni lehetett, meg néhány rugós játék maradt a régiről, és nagyon szép faragott kerítés, aminek azért nagyon örülünk. Csak a háttérben látható fitnesspark épült egy korábban megnyert pályázat jóvoltából. A többi mind helyi erőforrás. A civil szervezetek is besegítettek, a roma önkormányzat például azzal, hogy egy kis házat vásárolt. Az egyéni természetbeni adakozás szép példája volt, amikor valaki nem csak a munkáját, szaktudását vagy a pénzét ajánlotta fel, hanem erdejéből juttatott például fát, a nemes cél érdekében.
az önkormányzat költségvetésébe folyt be a szülők támogatása is, mert azt az alapítvány átutalta oda. Így tulajdonképpen az 1,3 millió az tehát tisztán az anyag, a játékok, tehát a vásárolt játékok, a nem adományjátékok, csak a vásárolt játékok, és a hozzávalók, tehát a szegélykő, homok, kavics, és azok az építőanyagok, amiket felhasználtunk. Az, hogy az 1,3 millió forint jelentős része lakossági támogatás, ebben a katalizátor szerepét töltötte be egy fiatal anyuka, aki nehéz anyagi helyzet ide vagy oda, már az elején bízott abban, hogy erre a célra sok embernek kinyílik a saját pénztárcája. 100%-osan bíztam abban, hogy az összefogás, a közösségnek az ereje az működni fog. Gyerekeknek a példájából vettem, beteg gyerekeknek a példáján indítottam útnak ezt az egész adománygyűjtést, hogyha egy beteg kisgyereknek 700 millió forint sikerül, akkor egy kis falunak a saját erőből, pár ezer forintból és az önkormányzattal összefogva tisztában voltam vele, hogy ez sikerülni fog. Hittem benne, és voltak olyan emberek, akik erősítettek ebben a hitben, és kérdés nélkül vittek magukkal egészen a célig, így sikerült. Ha nincs járvány, már tavasszal elkészültek volna, hisz mindenki szabad idejében, ahogy Adrián fogalmazott, gőzerővel dolgozott. Péntekenként 30-35 fő gyerekek és felnőttek együtt összefogva verejtéket, nem sajnálva, dolgoztunk a játszótéren. Kurdon volt miért és kiért összefogni, dolgozni a játszótér ügyében. Örvendetes módon egyre több fiatal házas pár a helyben maradás mellett dönt, óvodára, iskolára még inkább szükség lesz. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindent tettünk azért, hogy Kurdon jó legyen élni, és hogy vonzó legyen az emberek számára. Nagyon próbáltuk védeni az iskolánkat akkor, amikor tehát nagyon rezgett a léc. Iskolabuszt vásároltunk azért, hogy a környező településekről az ide kívánkozó gyerekek ide jöhessenek, és hogy az osztálylétszámok ne essenek nagyon le. Ugyanígy az iskola is nagyon mindent megtett azért, nemzetiségi oktatást indított, ahol az osztálylétszámok megengedték azt, hogy alacsonyabbak legyenek, de most arra úgy néz ki, hogy már nincs ilyen probléma, mert nemrégiben már az került szóba, hogy az óvodai létszámot bővítenünk kell, tehát hogy az 50 főt meghaladjuk, amire aztán sajnos főképpen költségvetési okokból nem került sor, de nagyon-nagyon az 50 fő körül vagyunk, és nem lehetetlen, hogy jövőre át fogjuk lépni. Okulva a korábbi játszótér felügyeletével kapcsolatos hibákból, az állag megóvás elmaradásából, Kurd szabadidő parkjának is tekinthető kis ékszerdobozát, a játszóteret védeni fogják nem csak az időjárástól, hanem a hivatlan látogatóktól is. A következőkben fotográfusokra emlékezünk, tisztelgünk munkásságuk előtt, nem feledve nevüket s fotóikat. Dombóváron évek óta nagy hagyománya van ennek a kulturális ünnepnek, idén a felújított művelődési házban nyílt helyi fotósok alkotásaiból kiállítás. Augusztus végén a fotográfia napja már 18 éve jeles alkalom Dombóváron. Ebből az alkalomból rendszerint kiállításokkal örvendeztetik meg a nagy érdeműt, idén sem történt ez másként. A Tinódi ház felújított aulája biztosítja a helyszínt a tárlatnak. Ezen a napon a fotózás nagy úttörőiről sem feledkezhetünk meg. 1840-ben a Magyar Társaság, Magyar Tudós Társaságban közgyűlése alkalmából Válas Antal bölcsész bemutatta az első nyilvánosság, tehát nyilvános helyen készült fotográfiát, ami egy rézlemezre felvitt érzékeny anyag volt. És ezt mutatta be a Magyar Tudós Társaság ülésén, és ettől a naptól számítják a magyar fotográfia kezdetét. A Válas Antal aztán később kiment külföldre és Amerikába tanított, több nemzetközi társaság választotta rendes tagjává, és őhozzá kapcsolódik még, hogy a következő generációból Rosti Pál, szintén elismert
fotóművész, aki Válas Antalnál tanult, és hát akkor onnét már szépen megindult Magyarországon is a fotografálás. Meg kell említenünk még az itteniek, aztán még közelebb megyünk, megemlítjük a szekszárd szülöttét, Eser Károlyt, aki Petőfi dagerotépiát is felújított és láthatóvá tett, de ha jövünk még közelebb, Bonyhádon ma is élő fotóművész Mózer Zoltán, de onnét még megemlíthetjük akár a Ritzel Zoltán, mindegyiknek volt már itt kiállítása, tehát őket elhívtam. A megyeiek közül még azért emlékezzünk meg a már elhunytak közül a Bonyhádi Máté Gyulára, akinek a lánya Máté Réka, szintén országos hírű fotósként dolgozik, neki is volt itt kiállítása. És a szekszárdiak közül, ugye mert az elmúlt években, 60-as évektől Tolna megyének is volt fotóklubja, ma nincsen, megszűnt, tehát nincs a Tolna megyei fotósoknak összefogó egyesülete. Ezek közül azért említsük meg Kenderesi Tibort, aki volt a klubnak elnöke, de aztán hát találunk még közöttük több neves fotográfust. A népújság fotósai közül volt a Komáromi Zoltán, a Bakó Jenő, akinek szintén itt volt kiállítása, és hát kit említsek még, Árvai Zolit, aki szintén bonyhádi, Málinger János, szintén szekszárdról, és azt hiszem, hogy akkor a dombóváriak közül nem éppen ebbe kategóriába tartozik, de nem hagyhatjuk ki a Koncz fotót, aki ugye hát azért a Dombóvár ismert fotósa volt. Tilinger Sándor a kiállítás megszervezésének éllovasa, megemlékezésében kitért a helyi alkotókra is, akik jelentősen meghatározták a fotózást Dombováron egykor és ma is. Meg kell említenem Balázsi Gyuszi bácsit, aki 1963-ban a koronában létrehozta és megalapította a Dombóvári Fotó, később már Dombóvári Fotó és Filmklubot. És akkor ebből a csapatból nőtt ki, sajnos nagyon beteg Ozorai Gábor, becenevén Pipó. Dombai Pisti neve szintén ismert, ő inkább a dokumentum fotójairól ismert, sajnos az ilyen jellegű képeiből nem sok maradt, meg nehéz feltalálni. És meg kell még említenünk, a volt NDK-ból ide nősült, Rockner Ekehártot, aki már kint NDK-ban is egy elismert fotóművész volt, számos kiállításon vett részt itthon Magyarországon is, és végül itt Dombováron lett egy műterme. A mostani fotókiállítás központi témaköre, városunk, az 50 éves Dombovár. A kiállító fotósok ezúttal nem a megszokott városképekkel rukkoltak elő, hanem kicsit más látószögből mutatják meg a település értékeit, ismert arcait. Tulajdonképpen a kiállításnak a címe, az én szememben mondom, hogy én úgy hívom, hogy mi így is látjuk Dombovárt. Tehát nem csak így látjuk, mi így is látjuk Dombovárt. És hát a meghívottak ezt, hogy tehát a Weber Józsiról annyit, hogy ő vele már volt közös kiállításunk évekkel ezelőtt is, és ő a romba dőlt fatelítőnek azt lehet mondani szerelmese, és ott nagyon sokat. Tehát most mellé vette még a malom épületét, tehát ő mindenképp így bent volt. A következő kép, a portrék, az pedig hát most már Strobko Nelli néven, de én még lánykori nevén Besenyei Nelli révén ismertem meg, és itt el kell mondani, hogy ő azon fiatalok közé tartozik, akiket pár évvel ezelőtt már Hazajárók címmel meghívtam kiállításra öt olyan dombovári fiatalt, akik vidéken tanulnak, és sikerült őket úgy rájuk akadni, hogy fotósok van, köztük országos fotópályázat nyertese is. Tehát a Nellit akkor ismertem meg azon a kiállításon, és természetesen megkerestem, hogy most valami képeivel jelenjen meg.
egyedül ő az, aki azt lehet mondani profi, hisz hivatásos, ez a munkája. És akkor itt, ahogy tovább megyünk, azok pedig én úgy hívom az én elkövetéseim. Olyat próbáltam én is válogatni, ami nem a megszokott szemmel mutatja be Dombóvárról részleteket. A hátam mögött pedig Őri Gábornak a képei láthatók. A Gábort szintén régóta ismerem, már mikor elkezdett fotózni, azóta volt közös kiállításunk, és 2 évvel ezelőtt a galéria az ő kiállításával nyitott a Magyar Fotográfia napján. Tillinger Sándor a kiállítás megnyitóján is kiemelte, rengeteg jó fotós tevékenykedik a városban, és számuk egyre csak nő. Úgy érzi, példát is mutatnak egymásnak a hobbi fotósok, de mindegyikünknek megmarad a saját, egyedi ismertetőjele. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!